Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Ultragang, az Ultran Plus Vita műsora. Én Nagybaton Jonathan Imre vagyok, a mai vendégeink pedig Magyar György ügyvéd. Tisztelettel. Illetve Deák Dániel, a 24. század intézet vezető elemzője. Szervusz, köszönjük, hogy itt vagy. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Itthon vagyunk. A mai adásban pedig Magyar Péterről fogunk beszélgetni. Ugye Magyar Péter a napokban bejelentette, hogy hát kvázi egy pártban fog indulni valószínűleg az Európa Parlamenti választáson, és hát ez sok kérdést felvet. Például felveti azt a kérdést, hogy mi lehet Magyar Péter ideológiai, milyen vonalakon képzelheti el az országnak az irányítását, ez ugye majd az országgyűlési választáson, az is milyen Európa politikája van Magyar Péternek, milyen külpolitikai víziói, kezdjük el azzal, hogy milyen ideológiája van Magyar Péternek. Hogy mi mit láttunk az ő ideológiájából, vagy őt kéne megkérdezni, mik az elképzelései, mert az ő felbukkanása az én megítélésem szerint a közéletben egy nagyon fontos szerepet betöltött, nem az ideológia okán, hanem hogy egy kis állóvizet megmozgatott. Tehát beledobott egy követ a tóba, és most mozog. Úgy az ellenzéki oldalon, mint az a kormánypárti oldalon. Valami történt, valami történik, és van egy hype körülötte. Ez a fellendülés egy várakozás. De hogy pontosan hova tart és mit csinál, azt én nem tudom sajnos megítélni, nem vagyok elég okos ehhez. Azt szoktam mondani, de fenntartom ez az álláspontom, hogy ő elindult egy úton, mi nem tudjuk, hogy hova vezet az az út, hagyni kell kibontakozni, nem vagyok híve annak, hogy előre pálcát törjünk, nem vagyok híve annak, hogy előre őt a mennyekbe emeljük, annak se, hogy letapossuk, meg kell várni, hova tart és mit akar. Nem tudom megmondani. Ugye Magyar Péternek szokása, hogy személyes beszélgetéseket kiad a nyilvánosságnak, én ilyet nem teszek, tehát nekem volt szerencsém azért találkozni vele többször is, személyesen, akár túrás beszélgetések alkalmával is. Jól érezted magad? Most jutólag visszagondolom, azért aggódik az emberne, hogy az is előkerüljön majd egy YouTube csatornán, és akkor órákat hallgathatom vissza magamat, de viccet félretéve én most azt látom, hogy most érzi jól magát, tehát kiszabadult és felszabadult, és szemmel láthatóan megtalálta azt a politikai közösséget, ahol most gyakorlatilag saját maga lehet, és úgy érzem, hogy egyébként az elmúlt időszakban ő meg nem ott volt, ahol jól érezte magát. Tehát, és te látod ezt a közösséget? Láthatóak a határa ennek a közösség? Az új közösségének? Hát látom, azért ugye a tüntetésen azért nagyjából látszott, hogy kik azok a szereplők, kik azok az arcok, akik egyébként mondjuk egy ilyen csoportot, vagy akár egy alakuló új formációt vállalnak vele. Szabad ugye nekünk itt közben beszélgetni, vagy megvárjuk a kérdését? Csak azért avatkozom bele, mert szerintem, hogy érdekesebb lesz a beszélgetés. Akik ott voltak, vagy ott lesznek, vagy voltak, nem tudom, mindegy, majdnem mindegy, azoknak az én megítélésem szerint egy igen jelentős hányad a kíváncsiságból megy. Persze, ezt hozzáteszem. Tehát ugye, ez nem az a közeg, amit te ez gondolsz. Ez egyértelmű, tehát, de azért egy része, tehát azért szerintem nagyjából ez a egyharmad az biztos csak érdeklődő volt, hogy mégis most mi történik, meg mi ez a helyzet, de azért egy jelentős része ennek az új, nem tudom, egyesületnek, meg pártnak lesz majd a politikai közössége, vagy szavazói, vagy egyébként akár a pártban aktív részes is. Tehát ugye Nagy Ervin egy főszónok volt, március 15-én is ott volt, tehát ő biztosan ott lesz majd Magyar Péter mögött az elkövetkező időszakban. De hát ez egy olyan csoport, egy olyan közeg, amiben ő mozog, és szemláthatóan jól érzi magát Magyar Péter. Facebook közege van. Facebook közege van. Kérdés, hogy ebből mennyit tud majd szavazókra váltani, mert ugye több kutatás is napvilágot látott, és én ugye elemzőként korábban egyébként dolgoztam a Nézőpont Intézetnél, ezért a közvéleménykutatásokat is úgy ismerem módszertanilag, egyébként pont beszélgettünk adás előtt, hogy az ELT-én tanultam, és ott is nagyon jó módszertan tanárom volt Szabó Andrea tanárnő, akinek innen is köszönöm, hogy kioktatott minket, tehát hogy ott is már ugye... Már érdemes volt eljönni be. Igen, akkor ugye, amikor a kutatásokat nézzük, és ugye feltesszük azt, hogy mondjuk Magyar Péter pártjára szavazna, ha létezne, tehát nagyjából eddig ugye feltételes módban voltak a közvélemény kutatások, akkor módszertanilag általában sokkal jobb arányban szokták azt mondani, hogy persze, igen, szavaznék rá, ha ez meg az lenne. Mostantól lesz egyébként érdemes nézni, hogy megalapította a pártját, és most, ha készülnek majd kutatások, ez most egy eldöntő dolog. Most meg a becsatlakozott egy létező vásárolt pártba. Vásárolt, vagy beszerzett egy pártot, egy igen. De hát én azt akarom mondani, hogy innentől lesz érdemes nézni itt majd, hogy most már létezik a neve, ott lesz a logó, meg a pártnak a hivatalos neve, és akkor hogy erre hányan fognak majd szavazni a kutatásokban, ezt hányan mondják be, ezt lesz majd érdemes szerintem nézni. Meg az igazi választáson hányan fognak. Az meg a másik, igen. Ez dönti el, hogy elmegy európai választásokra, ugye nagy valószínűséggel el fog tudni indulni. Bejegyezték már az ő
becsatlakozását a bizottság tudomásul vette, még a kúria előtt van, aki esetleg ezt megtámadhatja, de igen nagy a valószínűség, hogy részt tud venni az EP választáson. Igen. És ott listát akar, stb. Stb. Ott még egy-két akár befutó is elképzelhető. De ebből még szerintem hosszú távú következtetés vonni nem tudunk le. És én még nem látom azt a közeget, amit te biztos szakmailag mondod, hogy lesz vagy van, vannak úgynevezett szurkolók, vannak úgynevezett érdeklődők, aminek én értem az okát, és meg is van az oka, mert magunk között szólva, de itt most nem látnak minket sokan, csak nagyon sokan, ugye, hogy sem az ellenzék, sem a hatalom nem teljesít ötös szinten. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a vákumba a fiatalember belépése nem rossz. Hogy végül is mit fog elérni, és milyen ideológiát, meg ha Európába bekerül egy-egy képviselője ennek a TISZA elnevezésű vállalkozásnak, az beül a néppártba, és akkor nem tudom, hogy ottan miként és hogyan fog funkcionálni. Ami ugye nekem érdekes, egy kicsit ilyen ellentmondásos, hogy a tüntetésnél ugye azt mondta, hogy egyébként a Fidesznek a Európa politikája nem olyan rossz, és egyébként azt támogatja. Én azt nem látom magam előtt, mert azért valljuk be, hogy főként azok voltak ott nagy részben, akik mondjuk korábban is mondjuk ellenzéki szavazók voltak, tehát azért ez egyértelműen látszódik, és hogy ezek az emberek ugye eddig olyan pártokra szavaztak, vagy azokat támogatták, akik azt mondták, hogy a Fidesz külpolitikája, vagy Európa politikája az orosz párti, tehát ugye emlékszünk ezekre a vitákra, hogy mi is vitatkoztunk ilyen kérdésekről, és hát most ezek meghallgathatták ezek az emberek ott a színpadon, hogy egyébként ez teljesen rendben van, és most ennek az embernek csáfolnak, tehát most van egy ilyen hirtelen felindulás, lelkesedés, de azért, amikor ezek a dolgok így elkezdenek leszivárogni, elgondolkodnak az emberek, hogy most akkor pontosan ki is ez az ember, hogyan is van, akkor szerintem azért lesznek majd változások. Ugye a kérdés az az, hogy a június 9-i LP választásig ez a típusú lendület, amikor tényleg semmi nem érdekli az embereket, akik ott vannak, tehát nem érdekli őket, hogy mit mond, meg igazából emlékszünk a Balgurita által elmondott interjú is őket nem érintette meg ezeket a most ott lévő embereket. Kérdés, hogy majd június 9-éig kitart ez a lila köd, mert a Momentum kapcsán is láttunk korábban ilyet, ők is felmentek egyébként a kutatásokba 20%-ra, és akkor látták, hogy tehát igen, Fekete Győr András egy első ránézésre olyan, mint a fiatalkori Orbán Viktor, de mondjuk amikor elmegy a Partizánba interjút adni, akkor három értelmes mondatot nem tud egymás után elmondani, tehát ezek akkor így előjöttek, és akkor láttuk, hogy bezuhantak egyébként a népszerűségi mutatói. Lehet, itt is a Jobbik is ugyanilyen volt, igen. Ami egyébként nagyon erős párhuzam, és ez a mérésekre is utal, a Simicska féle Jobbik, ugye a 18-as választási kampányban. Hasonló egyébként, tehát hogyha tényleg ilyen 10-20% közülre be tud menni mondjuk egy Magyar Péter féle párt, mint egyébként a Jobbik akkor, és nem fog össze senkivel, tehát hogy azt mondja, se Orbán, se Gyurcsány, ugye emlékszünk a Jobbik plakátokról is, se Orbán, se Gyurcsány, ugyanez volt a szöveg. Az a Fidesz számára egyébként egy kényelmes pozíció, mert még egy gyengébb szereplése is, tehát akár a 40-45%-os sávba is kétharmadat tud nyerni. 14-es eredmény egyébként hasonló volt, akkor is hasonló volt a felállás. 14-ben is talán 44%-ot szerzett a Fidesz-KDNP listája, és kétharmadot szereztek a parlamenti választáson. Adjuk a műsorvezető, vagy el vagyunk így. Akkor van más dolgod, akkor menjünk nyugodtan. Szerintem elkerülhető az, hogy Magyar Péter összefogjon az ellenzék, hiszen láttuk le a Momentum esetében, hogy a Momentum azt hirdette, hogy se Orbán, se Gyurcsány. Utána kezdett ebből szépen feladni, és a végén odaigította, hogy összefogott a DK-val és Gyurcsány Ferenccel. Szerintetek ez kvázi benne van a rendszerben predesztinálva, hogy ha van egy új csoportosulás, aki mondjuk elér 5-6%-ot, adott esetben 10 felett van, annak muszáj összefogni a Gyurcsány Ferenccel? Nézd, ott függ, hogy melyik szemléletet nézzük, szóval én próbálok iránycélt fölvetni mindig minden ügyek megoldásánál, az embernek tudnia kell, hogy mi az ügyfél érdeke. Tehát én mindig úgy próbálok gondolkozni, hogy hova lehet eljutni, honnan, hova lehet eljutni, és azt a célt tudom elfogni. Ha ennek a fiatal embernek az a fő célja, hogy egy harmadik oldalt hozzon létre, mert beszél ilyesmit is, ugye, akkor más az aspektus, és másképp kell viszonyulnia a hatalomhoz is, és az ellenzékhez is. Ha az a fő célja, hogy mindegy, hogy hogyan, de a jelenlegi hatalom változzon meg, vagy csak bizonyos szereplők menjenek el, és ő boldogan átveszi esetleg ennek a jobb középnek a funkciórendszerét, akkor megint más az alkalmazkodási funkciója. Ha pedig igazi ellenzék akar lenni, és azt mondja, hogy akkor hatalomra is szeretnék jutni, és a jelenlegi kormányt meg szeretném, vagy a jelenlegi hatalmat elkergetni,
akkor kényszerül az együttműködésre, mint ahogy az ellenzéki pártok, ha szeretik egymást, ha utálják egymást, össze vannak kötve, mert ilyen a választói rendszer. És ameddig ilyen a választói rendszer, addig ennek a fiatal úrnak is el kell döntenie, hogy mi az iránycél. És az iránycélnak megfelelően kell neki alkalmazkodnia, úgy hívják ezt, hogy politikai aktivatizáció. Itt megkérdezték Magyar Pétertől ezt a kérdést, pont tegnap hallgattam vele egy beszélgetést, és ott ugye azt mondta, hogy szerintem jelenlegi választási rendszerben is előállhat olyan helyzet, hogy van három nagyjából egyenrangú tömb, és akkor koalíciós kényszer lesz a választás után, és egyébként a beszélgetés során a műsorvezető is felhívta a figyelmet, ez nem így van, tehát ugye a magyar választási rendszer nagyon ugyan a politikai stabilitásra, tehát hogyha valamelyik párt nyer, akkor véletlenül egyedül tudjon kormányozni, így kilakítva a választási rendszer, tehát ez nem így működik. Kérdés, hogy ez ebből hogy fog kijönni, szerintem most nem is foglalkozik ezzel egyébként, most tényleg az európai parlamenti választás neki a szempontot, ugye arány választási rendszer van egész Európában, tehát neki most ez a mostani tiltakozás is arról szólt, hogy akik eddig Facebook lájkolók voltak, rajongók voltak, nézői voltak az ő videóinak, ezek szavazók is legyenek majd a június 9-i választáson. És ami szerintem érdekes ebből a szempontból, hogy most ugye Gyurcsány Ferenc rögtön már a tüntetés után írt egy elég hosszú kis szöveget a közösségi oldalára, igen, ahol neki ment ugye Magyar Péternek, de utána tegnap előtt talán Donát Anna is egy videóban reagált, ami azt jelzi, hogy már kezdik érezni ezek a ellenzéki politikusok, hogy az ő bőrükre megy a vásár, mert a jelenállás szerint a Momentum nem jut be az európai parlamentbe. Az ő bőrükre is. Az ő bőrükre is imádjuk. Legyünk precízek, mert a kérdés úgy szólt, ugye, hogy kivel fog koordinálni, kivel fog együttműködni. Erre mondtam én azt, hogy nem tudhatjuk, mert amikor éppen azt mondja, hogy harmadik út, amit te is most ecseteltél, akkor ennek van egy politikai és egy matematikai felülete. Mert ha kormányra akarok kerülni harmadik útként, akkor óhatatlanul össze kell valakivel fogjak. Na most az ellenzék, ahogy te mondod, már eleve félti a kis saját védelmi vonalát, és ezen nem szeretne beengedni újabb szeretelőket, akik a tortájukat tovább szeretelik. Amúgy is egy fragmentált ellenzékről beszélünk. Mondjuk én nem vagyok egy híres arról, hogy szeretem a hatalmat, a jelenlegi hatalmat, de én nem azért nem szeretem, mert Orbán Viktort nem szeretem, vagy Rogán Antalt, nem. Én a jogállam sérelmét nem szeretem, és a jogász emberként nekem fáj, hogyha eluralják a jogot, mert a jog az szolgáló. Ez a Orbán Viktor sem ilyen szimpatikus. Nekem? Nem bántom. Hát a dolgát végzik. Nem bántom, mert értem, és jogos fiatal ember. Nem. Szóval én nem megyek le személyeskedésbe, azt előre megígérem neked, de még sose tettem, mert nem a személyek itt a lényegesek. Szemben Magyar Péter jelenséggel, amelyik most egy one-man show. Tehát pontosan ezt látom akadálynak és problémának, hogy ha vesz egy pártot, vagy beszáll egy pártba, attól még nem lesz hálózata, attól még nem lesznek megfelelő arcai, attól még nem lesz meg a program, attól még az ideológia az csaponghat. Tehát megint az iránycélt kell vállalatmatom szintnek eldöntenie, de nem vagyunk ma abban a helyzetben, hogy ideje korán döntsünk, mert ez prejudikáció lenne. Lehet, hogy ez a fellelkesedés, ami jogos, hozzáteszem jogos, ez a felelkesedés őt repíti, és ez a repülés, ez nem tudhatjuk, meddig tart. Aki repül, az könnyen leesik, ugye? Aki meg magasra száll, az messzire jut. Tehát nem tudom neked megmondani, egyikötöknek se tudom megmondani, az ő repülése meddig és hova vezet. Meg ami fontos, hogy itt utalt rá, hogy a közösségépítés az mennyire fog működni egy olyan embernek, aki még a saját családját is gyakorlatilag elárult abban a szempontból, hogy a saját gyermekének az anyját felvette titokban és nyilvánosságra hozta, hogy ezeket a felvételeket, hát innentől kezdve bármi elképzelhető, tehát van egy, mondjuk egy ilyen teremben ülnek, kezdőkkel ilyen pártvezetői tanácskozás, onnantól kezdve ki fog megbízni ebben az ember, vagy nem veszi fel azt, amit mondjuk éppen beszélnek, és mondjuk, hogyha éppen mondjuk konfliktusba keverednek, akkor nem fogja azt felhasználni ellene. Egyébként Jakab Péterrel vonnék párhuzamot, mert hasonló a karakterük, tehát viselkedésre is egy kicsit ilyen agresszív, erőszakos, én tudom a tutit, a többiek nem tudják, mindig nekem van igazam. Ott is jöttek ki felvételek, de ott is egyébként hasonló volt, hogy... Őt vették fel, ha jól emlékszem. Őt is felvették, de ott mindenki felvett mindenkit, igen. Csak a lényeg az az, hogy nem tudta egyben tartani a politikai közösségét, pártvezetői szinten is éles konfliktusok voltak. Szerintem Magyar Péternek a stílus jegyei is hasonló jövőre utalnak elő, tehát ott is ez lesz majd, hogy valaki jelenkezni, mert vele rögtön Rogánnak lesz az embere, Tóni jól fizet, hogy fizet, és akkor onnantól kezdve nem meg bomlás van. Nem tudhatjuk, Dani, hogy lesz később.
Csak most, hogy következteti lehet a jelenlegi, amit tudunk eddig. Most így van, de ennek oka az megint a figyelemfelkeltés, ugye, és a hívek megszerzése. Na most itt van három jelentős karakter. Őt is vegyük jelentős karakternek, mert most őt vizsgáljuk, ugye, ő a témánk. Orbán Viktor jelentős karakter. Mert tisztázzuk, hogy szeretjük, nem szeretjük, de Gyurcsány ugyanez. Ott se tisztázzuk. Ő is egy jelentős karakterisztika. És ez a fiatalember is a jelenlegi megjelenésével egy sui generis jelenség. Ebből fakadóan a három egónak az élete, együttműködése kihat a magyar közéletre. Ezt megjósolni szerintem most prejudikálás ideje korán. Lehetnek várakozások. Nyilvánvalóan vannak a hatalmi oldalról is, közönség oldaláról is, szurkolók oldaláról is igen jelentős elvárások és várakozások, és ebből következően ennek a lebonyolítását megítélésem szerint két rövid időn belül tudjuk megítélni. Az egyik anyák napjára is szervez egy újabb összejövetelt, várhatóan újabb és újabb előadásokkal vagy elővezetésekkel, nem tudom, még van-e atombombája, vagy múltkor közvetően az atombomba ő maga, ugye, vagy a közönség. Emberek. Mindenki atombomba, igen. Nem, nem tudtam, hogy Hiroshima van, de ez én azt hiszem kialakulatlan még, pedig tű pontosan csinálja, amit csinál, maradjunk ebben. És visszatérve az alapgondolatomhoz, hogy a három karakternek a ilyen értelemben való ütköztetése, milyen eredménye járul, nem tudhatjuk. A hitelesség, amiről te beszéltél, az megítésem szerint nagyon fontos. Elmondtam egy másik műsorban is, és boldogan megismétlem, hogyha még van olyan idő, hogy valóban egy otthoni vitát nem veszek föl magnetofonra. Egy vállóperhez készítettek adatokat, mert én már csináltam életemben vállóper, és nagyon jól tudom, hogy sokan teszik azt, hogy én bántalmazott vagyok, meg a gyerekek lesznek a pajzs. Hát sokan játsszák ezt a családon belül, a vállóper és a gyerekek elhelyezése érdekében, meg a tartásdíjak miatt. De amikor a feleségem egy miniszter, és nem is ilyen kis vékony tárcát visz magával, hanem egy nagyon komolyat, és éppen folynak sajsúlyos ügyek, legyen az Pegazus, legyen ez Möllner ügy, ugye? Éppen vannak körülötte fontos eljárási részek, akkor magnózni venni, magnót készíteni, az egy elszántságot jelent. Annak van egy előszándéka. Én kriminológiailag fertőzött vagyok, vállalom, és azt gondolom, hogy nem véletlenül indította el azt a felvételt. 2023. januárjában, nem tegnap. Két hónappal ezelőtt lépett színpadra. És azt mondta, hogy azért veszem elő ezt a felvételt, ugye, mert fontosabb a családom védelme, eddig családot védett vele, most már közfontosságú lett, ezért előveszi. Ez nekem azért érdekes és nagyon különös, mert már egy elhatározott szándék kell ahhoz, olyan, mint az emberüléshez, elhatározott szándék kell hozzá, hogy valamire én ezt a felvételt használni fogom. És engem ez egy picit zavar. Ugye általában, amikor a harmadik pólusról beszélünk, akkor eddig a mi hazánkot értették harmadik, vagy ők legalábbis biztos, hogy magukat értették harmadik pólus alatt. Szerintetek hogyan hathat a mi hazánkra az egész magyar Péter jelenség? Igazából amelyik politikai erő megjelent az elmúlt időszakban, mindig ezzel kezdte. Tehát előbb említettem a Momentumot, ők is ezzel kezdték. Tehát emlékezzünk vissza, ők is ugye se Orbán, se Gyurcsány, jövünk a harmadik út. Olyanokat is mondtak, emlékszem még az elején, még akkor pont a Figyelőnél dolgoztam, és akkor csináltam interjúkat akár Momentumos politikusokkal is, és azt nyilatkozták, hogy nekik nincsen ideológiájuk, ők jobbra is, meg balra is. Találkoztam olyan Momentumossal, aki meg volt győző, hogy ő jobboldali keresztény értékrenddel rendelkezik. Tehát innen indult a Momentum, ma meg ott állunk, hogy Donát annak kiáll, és liberális párt vagyunk, ugye teljes mértékben támogatjuk a Európai Uniós Föderációt, tehát tudjuk ezeket a programokat, tehát ide jutott a Momentum, de mindig elindulnak valahonnan, hát Márki-Zay Péternél talán a Györgyenél jobban tudja, ott is hasonló volt, ott is ugye Gyurcsány Ferenccel szemben kritikus volt, Orbánnal egyértelműen, és ő is egy ilyen harmadik utat próbált megvalósítani, majd végére meg összejött ez a közös lista mégiscsak. Tehát, hogy hasonló utakat járnak be ezek a szereplők, és a végén
azt látjuk, hogy ahogy beszéltük az előbb, hogy a politika logikája miatt, a választási rendszer logikája miatt, amiatt, mert egyébként van egy domináns párt Magyarországon a Fidesz-KDNP színeiben, ez mind-mind azt eredményezi, hogy előbb-utóbb utat kell választani, és ugye azok a pártok, amelyek megmaradnak mondjuk ilyen harmadik utas politikai erőnek, azok általában vagy középen, vagy a két szélén maradnak, ezeknek légüres tér van, tehát azért a magyar politikai rendszer hasonlít az amerikai politikai rendszer egyébként sok szempontból, nem véletlenül egyébként, hogy nagyon sok hasonlóságot látunk. Ott is ugye két kiélezett tábor megy egymással szemben, és ott nagyon nehéz olyan szereplőnek életben maradnia, aki harmadik utas politikát víz. Mindig feltűnnek, mindig van rá egy pici igény, egy pár hónapig ott jelen vannak, utána azonban elkopnak, beolvasztódnak valamelyik irányba. Magyarországon is ugyanennek vagyunk a szemtoni, az a különbség, hogy míg Amerikában azért ott van egy demokrata párt valamelyest egységesen a bal oldalon, addig nálunk, most nem is tudom, már 10 pártnál többet is össze tudok számolni, akik ellenzéki párton vannak, tehát nagyon sokan vannak, ez a hátrájuk, és ezért is most, ugye most beszéltünk arról, hogy a Fidesz például hogy áll, ugye most ciklus közepe van, pont pár napja volt két évvel ezelőtt a választás, ciklus közepén bizony-bizony mindig gyengén áll az adott kormánypárt. Nem beszéltek, és mert nem fogunk vitatkozni. Tehát, hogy mindig alacsonyan van, és ezért is volt a jó belépést, mert ugye amikor legmélyebben van a kormánypártnak, akkor tud belépni, akkor tud valamit alkotni, és akár a társadalmi elégedetlenséget is behozni. De 26-ra nézve, azért 26-ig most már minden, a legkritikusabb közgazdász is azt mondja, hogy lesz gazdasági növekedés, reálbér emelkedés, az inflációs várakozások már alacsonyak ide nézve, tehát a kormányzatnak is a megítélésre jelentős mértékben javulni fog 2026-ig. Ez másképp kell viszonyulni Európához szerintem. De meg ugye, hogyha mondjuk amerikai elnökválasztás is, hogyha úgy alakul, hogy mondjuk Orbán Viktor szeretné, ez olyan sok szempont tényező van, ami jelentősen átalakítja azért a viszonyokat a kormánypárthoz viszonyítva is, és annak ezzel kérdés, hogy Magyar Péternek lesz-e helye úgy, hogy ő most ide is, meg oda sem akar, tehát általában azt tudtuk tapasztalni, aki itt marad, az eltűnik, vagy akár az ilyen 5-10% környékén marad. Ugye a Mi Hazánk az nem középen van, tehát nem a centrum pozíciót választja, hanem a szélső pozíciót választja. Ott is azt tapasztaltuk, hogy amíg mondjuk a Jobbik is ott helyezkedett el, addig legfeljebb ilyen 10%. Tehát az is a gazdasági válság időszakban. Tehát amikor ugye nagy az elégedetlenség, akkor tudnak szélsőséges pártok becsatornázni elégedetlenséget, de a rendeződik, akkor nem. A középjátékos még nehezebb helyzetben van, igen. Tehát ez hagyományosan nehéz helyzetben van. Szerintem jó a kérdés, csak nem adekvát. Mert nem hasonlítható a Mi Hazánkkal. Mi Hazánk ideológia alapon épül, és a Jobbikból kiábrándultak, meg vannak ilyenek. Fideszből kiábrándultak, én még nem sokkal találkoztam. De lehet, de mindenki, tehát bocsánat, csak azt akarom mondani, azt az elmúlt 10 évben már ugye Fekete Györgyes is fideszes volt, tehát hogy mindenki kiárul a Fideszbe, de mégis azt látjuk, hogy választásra lehet egyre több a szavazószám. Aztán úgy marad. Kiábrándul, de úgy marad. Mint az egyszerű lány. Na, a lényege az, hogy a Mi Hazánkhoz azért nem jó ezt viszonyítani, mert a Mi Hazánk elért egy stábot, elért egy felületet, és szerintem ott a plafonja is. Tehát ennél mélyebbre vagy magasabbra nem nagyon fog elmozdulni. Középről ezt a játékot nem lehet játszani, hogy elmegyek szélsőjobbra összetalálkozni, mert hogyha Magyar Péter gondolkozott volna, a mostanra megváltozott Jobbik lenne szerintem neki az ideális elképzelési felület. Ott tudna esetleg jobbról jönni, és módosítani vagy változtatni a Jobbik, a Fidesz jelenlegi politikáján is megítélésén, de nem ezt választotta, mert ő azt mondja, hogy szembe megyek a NER-rel, a NER-nek maradjunk úgy, amit ő mondja, hogy mulasztásai, disznóságai, elfogadhatóságai ő nem fogadja el, elfogadhatatlanságait nem fogadja, és ezen változtatni szeretne, tehát ő a jobb középvilágot próbálja elfogadtatni, családi identitásból, családi indítatásból, stb. Elképzelés rendszeréből is azért csak a NER rendszeréből érkezik, csak onnan jön, és nem Gyurcsány nevelte fel. Következésképpen neki a szélső jobbhoz való kötődése nem reális. A Mi Hazánk szerepe valóban az, hogyha tömbök versenyeznek, és nem ér el az egyik a többséget, akkor nagy valószínűséggel a jobboldali oldalhoz fog támogatóként vagy külsőként beszállni. A lengyel példa más. Lengyelországban láthattuk, ugye, hogy a sok-sok ellenzéki, a szanaszét ideológiájú és gondolkodású tömböt alkotott. És azzal a tömbbel egy nagyon erős másik tömböt, a Kaczynszky-féle tömböt meg tudta változtatni. Nálunk ez fordítva működik. Hát ugye a 22-es próbálkozáshoz hasonlít a lengyel példa. Hát a próbálkozás azzal egyetértek,
ott komoly bajok voltak, mert a Tusknál azt lehetett látni, hogy befogott orral valószínűleg, de a közös cél érdekében. Nézd meg most az Isztambult, Törökországban az ellenzék összetudta magát szedni, de az elnökválasztásnál nem volt erre képes. Tehát többé válni nagyon ritkán sikeredik. De üstökösök nyertek már Szlovéniában is. Tehát létezik az, hogy egy üstökös jön, felszáll és a hype-ot elkapva, meg az emberek vágyakozását megfogva elér egy eredményt, de 50%-ot nem tud elfogni. Meg ugye Igor Matovicsot szoktál példaként emlegetni, Magyar Péternek is ezt a példát hozták fel, aki ugye 2020. március 15-én lett talán Szlovákiának a miniszterelnök. Azért emlékszem rá, hogy akkor jött a koronavírus járvány, és az volt az első olyan interjú, amit Skype-on keresztül csináltam, tehát ez így beégett, akkor pont az új szlovák kormány volt a téma, és akkor már otthonról kellett interjút adni, de akkor ő Szlovákia miniszterelnök lett, és akkor hasonlóan így a semmiből megjelent, és akkor ilyen nagy várakozásokat támasztottak iránta. Ugye ott is ugye ilyen tényleg ideológia nélkül válogattak össze mindenféle embereket, és hát láttuk, hogy gyakorlatilag egy életképtelen kormány volt, tehát rögtön egymásnak estek, belső konfliktus, belső válság, és hamar egyébként lett egy új miniszterelnök, ugye hosszú, akár kisebbségi kormány, tehát ilyen kilódás volt Szlovákiában, és visszajött egyébként Robert Fico, nem is gondoltuk volna akkor, hogy ez szívátséges. És politikát is. Igen, tehát hogy egyébként is látunk erre például, csak ugye ez arra utalok ugye most, hogy nem tudom, ilyen pályázat alapján hirdetik meg ugye, hogy kis legyenek a listán, tehát ez az kicsit igen, ez ilyen nevetséges dolog. Azt nevet komolyan, az PR. Igen, ellenzőként nem tudom komolyan venni, tehát nem így mosolygok ezen, csak úgy mondom, hogy ennek van egy olyan következménye, tehát ez nem így működik. Én utcán lakóként sem veszem komolyan. Tehát a Fidesz politikai közössége sem úgy alakult ki, hogy meghirdették, nem tudom, a hirdetményben, vagy interneten hirdetik, hanem ez egy közösség, ez kialakul egy politikai közösség, ez nem tud így hirdetések alapján létrejönni, ez is egy meglehetősen érdekes dolog, vagy érdekes húzás. De a kormánypárti médiának most van feladata, mert csak komolyan veszik Magyar Pétert, hogyha ennyit áldoznak a lejáratására. Ugye a Megafonnál dolgozom, és mindig mondják, hogy lejáratás, akkor én mindig visszakérdezek, hogy hát Magyar Péter mit csinál? Tehát ő csak rosszat mond egyébként, most már nem csak a fideszesek, hanem a HVG-t ugye propagandistázza, meg nem tudom, igazából mindenki a kritikát, aki kritikát nem megfogalmaz, az már propagandát, akkor ő is lejárat mindenkit, a HVG hát, van egy kis különbség, ő a saját szájából csinálja a saját pénzével, ők meg közpénzen. Nem, hát ugye a Megafon nem közpénzen működik továbbra sem. Hát a támogatásokból él. Igen, de nincs soha, nem bizonyította be senki, hogy... A saját pénzed van benne? Nem, de például a Rákai Filip adományozott, igen, 100 milliós tétel, azt mondta. Volt miből? Igen. Neki volt miből? Igen. Olyan komoly jó filmet csinált, hogy a bevételt átadta. Hát már azelőtt is volt neki, tehát nem ebből gazdott. Azt akarom mondani, hogy Magyar Győr is jöhet adomány. Tehát a honlapunk ott van a számlaszám, várjuk az adományokat. Ha adom a nevemet, akkor szabad. Nyugodtan. Szóval, hogy ezt akarom mondani, hogy visszatérve az eredeti témára, hogy ez egy katyvasz lesz majd, és ami ugye lejáratás meg ide-oda, bemutatjuk ugye mi is, hogy valójában ki ő, mert azért mi kicsit jobban ismerjük Magyar Pétert, akik mondjuk beszélgettek már vele órákat, meg találkoztak vele, mint aki most mondjuk egy-két hete látja mondjuk a Partizánban vagy a televízió műsorokban, tehát azért még lesznek szerintem érdekes információk. Az ellenzék még nem sok tömeget tudott kivinni az utcára, ő kivitte. Én azt nem értem, az ellenzék viselkedésében, tehát én ott tanácsadó lennék, én az első naptól kezdve azt mondanám, hogy Magyar Péter, nem tudom, a Rogánnak, meg a Fidesznek a találmánya, mert most ugyanazt játsszák el, mint Simicska a Jobbikkal, tehát hogy megosztja az ellenzéki oldalt, és gyakorlatilag egy alacsony Fidesz támogatottsággal is tarolni tud majd a választáson, akár a parlamenti választáson. Tehát én, hogyha momentumos vagy DK-s politikus lennék, én rögtön az első naptól kezdve ezt mondanám, hogy meg akar minket osztani, azt akar, hogy ne legyen ellenzéki összefogás. Tehát nem is értem egyébként, hogy mi nem ezt kommunikálják. Lehet, hogy beszéltem ilyen újságírókkal, akik ott vannak, azt mondják, hogy félnek a saját nyilvánosságuktól, tehát hogy most beleszeretett sok ember, sok ilyen újságíró félnek. A másik oldal sem nyugodani. Én nem láttam a miniszterelnököt még ilyen zavartnak bekiabálni. Zavartnak? Bekiabálni a parlament ülésen, még sose hallottam Orbán Viktort. Még egyszer mondom. Dehogy nem, mert amikor a hatházi... El voltam, amikor a hatházi Ákos is ott ugye táblák, akkor is volt, hogy ott elvette, tehát voltak ilyen pillanatok az ezzel múlt időszakban. Ez pedig egy feltűnt ember az utcán. Szóval azért nem ugyanazt jelenti.
de majdnem mindegy, ez is majdnem mindegy. Szóval, tehát én, a Fidesz, hogy hogyan reagál erre, hát én azt látom, miért tehát mi esetünkben is... Miért nem jön a kormányinfóra minden héten? Azt mondja, hogy szerintem a Fidesz számáréként abban a szempontból jó, hogy végre van egy ellenfél, akivel lehet foglalkozni. Ugye, azért 2022 után, ugye azért mindig is Brüsszel, meg mit nézve, mert ugye a belső ellenfele a Fidesznek, belpolitikai ellenfele, harmadgyengék voltak. És akkor most a hatalom örül, hogy van egy belülről, hogy a ellenség. Hát egy politikai közösségnek, hogy egyben maradjon, hogy aktivizálják, hogy mozgósítva legyen például egy választás alkalmával, nagyon fontos, hogy lássa a tétet, lássa a külső veszélyt, külső ellenséget például politikában, és eddig ugye ezért sok mindent, a 22-es rombraverés óta szerintem a baliberes vagy ellenzéki oldalt nem lehetett komolyan venni. Tehát akkor Gyurcsány Ferenc bejelent az árnyék kormányt, én ezt kiteszem a közösség oldalamra, a jobb oldalja kiröhögik. Tehát nem érzik azt, hogy na, most félnem kéne, vagy tartanom kellene. De, most Magyar Péter esetében van egy ilyen érzés, ez szerintem aktivizálja jobb oldali távolt. Ha aktivizál is jót tesz, akkor a propagandát, vagy a kormánypropagandát, vagy a jelenlegi hatalom megszólalásait ebbe az irányba kéne megjeleníteni, és nem ezt látom. Hát miért nem megy az általam is nagyra tartott miniszterelnök saját géniuszával, miért nem megy be ilyenkor péntek reggel a Kossuth ágyúba? Hát szerintem nem ér. Tehát nem tud mit mondani, Dani. De mire tudna mondani? Hát akkor mondjon. Szerintem a miniszterelnöknek ilyenkor azért nem beszél, hogy Márki-Zay Péterről sem beszél soha. Nem mondtam, hogy róla beszéljen. Tehát nem. A mondani valói elfáradtak. Amit eddig sugalt, az kimerült. Én így látom. Most nem lehet sorosozni, most nem lehet éppen gyurcsányozni, most nem lehet annyira brüsszelkedni, most nem lehet Európa pártizni, meg háború pártizni, meg nincs mondani való. Mert ha nem beszélsz, én ezt megint a történelmből hozom és a szakmámból, akkor nem tudsz hibázni. Tehát én nem tartom rossz ötletnek az ő szemfogjárgyából, hogy most nem megy ki, nem teszi ki magát még irányított kérdésekre vonatkoztatott válaszok adásával sem, de az, hogy hallgat, az nekem beszédes. Nem, tehát arról van szó, most minden Magyar Péter körül forog a nyilvánosságban, igen. És ilyenkor szerintem felesleges tessék? Nem kell akkor megtartani a kormányinfókat? Megtartja, hát most volt kormányinfó két órán keresztül. Ugye Gulyás Gergely, Varga Mihály, Vitályos Eszter, Nagy István tartott kormányinfót. Nem azt mondom, hogy nem volt ott a kirakat, én nem ezt mondom. A kirakat ott volt. Hát nem a miniszterelnök évente egyszer-kétszer. Varga bejelentette, nem a miniszterelnököt hiányolom. 670 milliárd forintot most akkor el fogunk tolni, kérem, ezért oda kellett. Beruházásokat, igen. A pénzügyminiszternek oda kellett ülni, nem ez a bajom a kormányinfó. Akkor, de volt. Tehát... A közpolitikai oldalán. Ja, azért nem volt eddig kormányinfó, mert ugye Gulyás Gergely komoly műtéten esett át, és is most is azért kellett ülni, jó, mert... És a Kossuth Rádió miért marad el hosszú hetek óta? Hát szerintem most... A miniszterelnök eddig szólt a népéhez, még Horn Gyula is szólt a népéhez minden héten. Minden héten azért nem. Tehát... De én úgy emlékszem. Hát biztos volt. Akkor vezették ezt be. Hát én öregebb vagyok. De majdnem mindegy. Az viszont valósan, hát látható, de erre, hogy válasz van. Szerintem ez a válasz erre, az a válasz erre. Nem kell reflektálni. Abban egyetértek, hogy most a politikai napirendi Magyar Péter körül forog. És egy ilyen helyzetben szerintem egy profi kommunikátor, a miniszterelnök egy profi kommunikátor, de szerintem ezt senki nem vitathatja el tőle, ilyenkor jobb, hogyha háttérbe húzódik, mert neki egyébként ilyenkor nem érdemes arról beszélni, Márki-Zay Péterről sem beszélt, mert ezzel felemelni a maga szintjére Magyar Péter például. Hát, nyugtassa meg a közvéleményét, mert én úgy látom, hogy a magban is, a kemény magban is, meg a környezetében is van egy adag elbizonytalanodás. A kérdést úgy teszik fel, mi van itt most, mi van? Mi van? És akkor a főparancsnokság ellen. Azért szeretem, amikor a Magyar György aggódik a Fidesz kemény magért. Ezt a pillanatot így ellátom. Amikor ő megkérdezik, hogy mi van, te mit tudsz, akkor a fővezérségről nem jön ki a parancsnokság. De honnan tudjuk, hogy ez nem, tehát, hogy ez nem jó el mondjuk a Fidesz szavazók szempontjából. Szerintem egyébként az, erre utaltam, tehát a fenyegetettségi érzés, az, hogy most valami veszély fenyegeti a mi politikai közösségünket, igen. Ez szerintem aktivizáló erővel bír. És egyébként lehet, hogy a miniszterünk szempontjából, hallgasson a vezér. Lehet, hogy a miniszterünk szempontjából ez egy tudatos taktika is lehet egyébként, hogy ilyenkor
a saját tábor részére, hogy igenis, érezzétek a veszélyt, hiába nyertünk mondjuk 4-2/3 egymás után, hiába vertük el őket jobban 2022-ben, mint valaha, igenis, van veszély, van fenyegetettség, ezért kell június 9-én elmenni szavazni, és hiába van mondjuk 40 fok június 9-én, mert most egyébként jöttünk be, 30 fok volt, hogy 40 fok lesz valószínűleg júniusban, ne a Balatonra menjetek el mondjuk fürdőcsézni, hanem menjetek el szépen szavazni. Biztos tehát erről szól. Nem a szint tanácsaimra szorul, ez biztos. Biztos vannak jó tanácsadói. És azt fogadta meg, hogy hallgassunk most. Akkor most ő hallgat. Szerintem nem teszi jól. Napoleonnak is kellett a hadsereghez szólnia, akkor is, amikor éppen menekülőre fogták. Majd aztán kikaptak Lipcsénél. Tehát én azt gondolom, bebizonyosodott, hogy a vezérnek a mondani valójára, a saját tábora kíváncsi. Igen, most hanyika van, április 11-2-3, ugye március 15-én tartott egy beszédet, nem sokkal itt lesz a CPEC, tehát ott ugye Orbán Viktor fő felszólaló, tehát azért lesznek az elkövetkező időszakban. A református ügyvetőt elhalasztják, olvastad? Hát az én gondolom, én katolikus vagyok, szóval én a református ügyeket nem nézem. Nem személyesen, tehát mondjuk összetartó erő volt, az is csak Balogh Páter ebbe beletenni. Én, bocsánat, én a reformátusokat eddig sem. Nem érdekes, nem a vallási oldal az érdekes, ezzel azt akarom mondani, és megint hozom a saját védő funkciómból azokat a tapasztalataimat, hogy egy hallgatag vádlott, vagy egy hallgatag tanú nem szerencsés az eljárás kimenetele szempontja. Szerencsés, hogy nem egy eljárás van. Ez politikai eljárás, hát mindegy, lefordítottam, ez egy analógia. Meglátjuk, tehát ugye azért a kampánynak megvan a logikája. Szerinted azért nem beszél, mert nem akarja felemelni Pétert? Egy, nem akarja felemelni a Magyar Pétert a saját szintjére, a másik pedig az, hogy szerintem az a meggyőződésem, hogy most jó politikai szempontból, hogyha a Fidesz szavazók, mert azért várjuk be, hogy egy európai parlamenti választáson általában 40-50% körül szokott lenni a részvétel, tehát biztos pártválasztók vesznek azon részt. Bizony-bizony a Fidesz szavazók szempontjából, hogyha érzik a veszélyt, még egyszer mondom, nem ismétlem meg magamat, akkor bizony el fog menni szavazni, és jobb az aktivitása. Magyar Péter előtt miért volt fontos minden héten megszólalni? Ez minden héten nem szólalt meg minden a Magyar Péter előtt. Minden pénteken volt. Nem, én ezért sokszor járok a Kossuth Rádióba, és csak az elmúlt minden időszakban. Minden pénteken, hát én a hírekből olvasom is. Nem, minden pénteken biztos nem. Ez hangzott el a Kossuth Rádióban a miniszterelnöktől. Sőt, és most mondok egy fontosat, ami média szempontból lényeges lett. A tematizálás. Magyar Péter óta uralja a tematika. Ezt elmondtam. Elvette. Oké. De addig a kormánypropaganda uralt, és ő tematizált. És amikor mi is vitatkoztunk, vagy másokkal beszélgettünk, az Orbán Viktor által mondottakat értékeltük helyesen. Nem mondtam azt, hogy butaság volt. Most nem csináljuk. Most miért nem? Van egy ilyen időszak, tehát szerintem értelmesen, nem tudom, Orbán Viktor megfeszül sem fogja elérni azt, hogy nem Magyar Péterről szóljon dolog, tehát ilyenkor szerintem racionális dolog, hogy megvárja azt, hogy mondjuk kevésbé legyen Magyar Péter körül a kommunikáció. Most legutóbb Gulyás Gergő, arra mondatra emlékszel? Jobban tetszik járni, ha én most nem beszélek a kapcsolataimról, és Magyar Péterre vonatkoztatva azt mondta, emlékezz vissza, azt mondta, hogy majd fogtok örülni annak, hogyha kiderül, hogy a jobb oldal milyen jót tett annak, hogy én nem avatkozom bele az ő politikai szerepvállalásába. Ezt mondta a Gergő. Igen. Megvan ez a mondat? Megvan, persze. Mit üzen ez neked? Na, mit üzen? Bonts ki te, hogy neked mit üzen. Hát de ha visszadobod a kérdés, olyan vizsgáztatás nincs. De hát... Olyan nincs, hogy a... Nekem azt üzen egyébként, hogy jól ismeri Magyar Pétert, és tudja, hogy milyen ember. Nekem ezt üzente. És ha én kinyitom a számat... Akkor lesz még itt esemény. És örülni fog a jobb oldal. Igen. Ez a mondat ezt üzeni. Igen, de? Pontosan. Tehát ezt mondom, tehát, hogy én ugye politikai kommunikációval is foglalkoztam, most is fazzal foglalkoztam, egyetem is tanítják, tehát ilyen helyzetben szerintem ez a megfelelő taktika a miniszterelnöktől. A választási kampány az nem sokára elindult, tehát véletlenül most egy újabb lendületet fog venni a Fidesznek a kommunikációja. Ugye új szóvivő van, új kormány szóvivő, pártnak is új szóvivője van, az európai parlamenti jelöltek is meglehetősen megújultak. Jövő héten lesz egyébként a budapesti kampányító eseménye Szent Királyi Alexandrának. 20-án már lehet gyűjteni. Tehát bizony-bizony, én arra számítok, hogy most azért beindul a kampány, és a Magyar György sem marad Orbán Viktor nyilatkozatok nélkül, nagyon aggódik már, hogy mikor szólal meg. De én megmondom őszintén, én próbálok objektív maradni. Szóval túl azon, hogy belülről mit látok, vagy mit gondolok, és elmondtam már ebben a műsorban is most is, hogy nem örülök annak, ami a jogállammal és a jogvilágával kapcsolatosan zajlik. Nem szeretem ezt az úgynevezett rendeleti kormányzással kapcsolatos kontroll nélküli hatalomgyakorlás és hatalomkoncentráció, de ez legyen az én problémám.
Ettől még értékelem a másikat, és meghallgatom a másikat, és elfogadom azt, hogyha az érvrendszerében olyanok vannak, amiket nem veszekedni kell, vitázni kell, és a vita visz előre. Tehát még egyszer mondom, személyek függetlenítve. A Magyar Péter jelenség, nevezzük így, az most még nekem életidegen. De lehet, hogy velem van a probléma, még nem tudom elhelyezni. Hát, hogy a Momentum esetében is beszéltünk erről, akkor is ez volt. Tehát emlékszem rá, amikor megjelentek, semmiből, nem tudom, 300 ezer, vagy mennyi aláírás összegyűjtöttek az olimpia ellen. Indultak, ugye? Igen, olimpia ellen. Tehát ott is tényleg a semmiből előjött egy politikai formáció, hónapokig róluk volt szó, és szerintem a miniszterelnök akkor sem nagyon kommunikált, ügyesen, mert megvárt, hogy kifulladjon ez a dolog, ki is fulladt egyébként, visszatért, és visszavette a napirendnek az uralását, és a parlamentváltáson alatt ott. Különbség, azért van különbség, Dani, hát ez már a te szakterületed, hogy ott épült egy hálózat, ott összeálltak a fiatalok. Hát igen. Ők külföldön tanultak, hozták a példákat, és azt gondolták, hogy Magyarországon itt van a momentuma, ugye? Igen. Eljött az a momentum, amikor színre kell lépni közpolitikai értelemben. Ez a fiatalember mit hozott magával? Hát előre beszéltünk a közösségépítési nehézségekről, hogy nehezebb lesz ez mindenképpen. Felvételeket mindenképpen hozott. Ugye az a kérdés itt szerintem, hogy megvásárolta ezt a pártot tiszteletés szabadságvár, vagyis tiszapár, hogy ez a párt, ez Tisza virág életű lesz, vagy hosszantartó, sikeres, vagy kevésbé sikeres pártként képes lesz hát az Európa Parlamenti Választások után is tematizálni a közbeszédet, vagy fennmaradni a vizen. Szerintetek Magyar Péter pártja képes lehet ezt a momentumot megőrizni 2026-ig, vagy ki fog merülni, és ki fog durrani, és Orbán Viktor pont ezért nem reagál Magyar Péterre. Kezdett, hogy mondjam, ki fog durrani. Itt csak egy rövid munkat. Nem lehet megjósolni, ezzel egyetértek, tehát nem látjuk, hogy majd mi lesz a helyzet. Hogyha jelenlegi teljesítményt hozza, akkor én Jakab Péter jelenséget látok, a közösségi médiában lehet, hogy jól fog menni, lájbajnosságokat megnyeri, de azért kell a tartalom, tehát kell ideológia, kell tartalom, kell közösség. Ezeket jelen pillanatban nem nagyon látjuk, és én ismerve egyébként Magyar Péter, vagy csak majd Györgyöt mondtam már, annyi magyar meg Péter van már. Nem. Múlkor már Márki-Zay Péter mondtam, mert tényleg sok hasonlóság, ugye Márki-Zay Péter sem tud egyébként, tehát aki hasonló karakterek, nem tud ő sem közösséget építeni, tehát Hódmezővásárhelyen is mindenkiben már összeveszett, kilépett ez az, tehát hogy hasonló, tehát ilyen emberek, ilyen karakterek, ez az uralkodó típus, nem tud egyébként közösséget építeni, ez pedig előbb-utóbb azt eredményezi, hogy szét fog bomlani. Nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, ma a mai beszélgetésünk elején is próbáltam erre irányítani. Mindenki jöhet ebből, mert minden benne van. Azt azonban hangsúlyozom, hogy ezt nem lehet egymagába csinálni. Ide nagyon sok minden szükséges. És akkor lenne hitele, mert a hitelességet is fölvázoltuk már, ugye, hogyha amiket ő most föltárt, mert az ellenzéki ilyesmit már mondott, az ellenzéki gondolkodások belső érzéséből előjöttek már ezek a gondolatiságok, amiket ő most megformál, és kitesz a nép elé, vagy az interjúiban megjelenít. Akkor kap ez megfelelő alátámasztást, hogyha a Fidesz oldaláról is, nem a 13. szintről, az első, második szintről híveket hoz magával. Ha recsegne, ropogna a hatalom, feltételes módban beszélek, akkor onnan is átmennének az egyes, kettes szintről, mögé állnának, vagy mellé állnának, és azt mondanák, hogy igazad van, Péter, ez nem mehet így tovább. Mert az oligarha, meg az autokrácia, aki mondom, nem felel meg a mi érdekeinknek. Elkezdtünk vitatkozni a koncon. Nem tetszik ez nekünk, és mellé mennek. Annak lenne megítélésem szerint politikai értéke és következménye. Az, hogy most az ő megjelenése zavart kelt az ellenzéki oldalon, ez most is látható. De hogy nem tesz jót a Fidesznek, azt nem tudom megítélni, mert összerázhatja a Fideszt, ugye, mondhatja a kemény mag, most már maradjunk ennél a kifejezésnél, hogy bántanak bennünket, és összezárunk, és erőt demonstrálunk, avagy dezertőrök, jönnek a dezertőrök.
Én saját környezetem ugye nem titkoltam soha, hogy jobb oldalhoz tartozom, és Fidesz szavazó vagyok, és támogató vagyok ennek a politikai oldalnak. Hát én a saját környezetemből kiindulva, mit nem voltak ilyen kis viták néha, hogy ezt nem kéne, úgy kéne, így kéne. Most semmi ilyesmi nincs, most azt mondják, hogy ez a Magyar Péter ez milyen borzasztó, de mindenki egyébként elszántan látszódik. Tehát én nem számítok erre, tehát akkor már lett volna bárki, ugye Magyar Péter is ígérte még a tüntetésről, hogy fideszes képviselők lesznek. Persze, ugye, tehát soha nincsen tök ugyanolyan jelenség. Pont mi is az intézetnél volt egy műsorunk, ahol beszélgettünk elő, és talán G. Fodor Gábor mondta ezt, hogy egy finom hangolást látunk. Márki-Zay Péter, meg a Fekete Győr András, meg ilyesmi típusú, akkor utána most van egy kis váltás, egy kis finom hangolás, ebben kicsit más, meg úgy. De a lényeg az ugyanaz, és egyébként én behoznám itt a külföldi finanszírozás szállat, mert ugye Márki-Zay Péternél láttuk, hogy milliárdos tételben jöttek források külföldről, azóta már kiderült, hogy az Egyesült Államokból is lehetne még sorolni sok információt. Én nem lepődnék meg egyébként, hogyha Magyar Péter kapcsán is a külföldi finanszírozók, támogatók megjelennének. Ez lenne a plakátok. Akkor biztos ki lesz a plakát, hogyha ez kiderül. Igen, én meg nekem nem lepődnék meg. Vasasnak már láttad, már van, le van cserélve. Láttam, igen, most nem Magyar Péter. A fejem már nem a... Nem a Fekete Győr András, hanem a Magyar Péter. Új fej van, új zene, új tánc, új nő, minden megváltozik. Igen. De maradt az alaptest, a nyakkendő, és ott van rajta a dollár. Igen. Helyes. És akkor mi lesz a Rubel jobb oldallal azt, hogy szerepelték? Hát ugye arra már van bizonyítékunk, hogy a baribályos szereplők kaptak az Egyesült Államokból dollárt, meg pénzt, de arra még bizonyíték, hogy a Fidesz kapott volna mondjuk Rubelt, nem tudom, Putyint köreitől, erre még nincsen. Hát nem kell effektív pénznek érkezni, te tanultad ezt is biztosan is már az életben, megtanultad, hogy nem mindig pénzeszközökkel fizetünk. Én nem tudom, én nem láttam erre bizonyítékot, tehát utána lehet Rubel jobb oldal, ez csak kicsit jobban alá van támasztva a dollár bal oldal. De nem elegáns, ez sem, meg az sem, de az, hogy a magatartása ennek a kormánynak szemben az európai mainstream-mel putyinosabb, az látható. Szerintem az izraeli konfliktus nagyon jól megmutatta, hogy ez nem így van, tehát ugye Izrael kapcsán a Hamász támadása után látszott, hogy a magyar kormány egyébként Izrael, pro-Izrael álláspontot képvisel, ez minden csak nem orosz barát álláspont, tehát az oroszok pont egyébként a palesztinokat támogatják, teljes mértékben az arab világ álláspontját osztják ebben a kérdésben, tehát szerintem ez az izraeli konfliktus nagyon jól rávilágított arra, hogy a magyar kormány nem orosz barát politikát képvisel külpolitikában, és ezért mondom, hogy szerintem itt egy magyar álláspontot látunk, tehát mindig nézi a magyar külpolitika, hogy mi az, ami mondjuk egyes konfliktus gócok kapcsán magyar szempontból az érdekünk. Szerintem Izrael kapcsán egyértelműen az Magyarországnak az érdeke, hogy Izrael mellett álljunk, ez a keresztény zsidó kultúrának a védelme. Szerintem ez nincs is vita, és szerintem Ukrajna kapcsán pedig az a magyar érdek, hogy ott azonnal béke legyen. Tehát ott meg az az álláspont, amit... Amikor Emmanuel Macron arról beszél, hogy küldjünk katonákat, európai NATO-s katonákat Ukrajnába, szerintem az Európa a háborút hoz. Ez a Macron megveszi a repteret neked. És ezért össze kell, vagy eladja neked a repteret. És akkor is ezt nézzük, magyar érdek, mi a magyar érdek? 670 milliárd. Mi a magyar érdek? Szerintem az magyar érdek, hogy a nemzetünknek az gyakorlatilag az egyetlen egy értelmezhető reptere, az magyar többségi állami tulajdonban legyen. Én nem tudok európai országot, ahol ez ne így lenne. Nagyon összetett dolog ez, és én azt gondolom, hogy... De már kicsit sok témát hoztunk be itt egy perc alatt. Hogy a mi külpolitikánk az nem feltétlenül egyértelműen magyar érdekű, bár ezt hangoztatja, és a Magyar Péter jelenségnek van még egy fontos eleme, azt elfelejtettük érinteni, van még egy percünk talán erre, vagy lejárt az időnk, hogy nemzeti jelképek. Ez nekem nagyon érdekes. Hát ez ugye arról szól, hogy egy új fazonírozása volt, ugye a magyar Márki-Zay Péter esete, mert csak mindig keverem már, Márki-Zay Péter esete ugye az volt, hogy ő jobboldali, próbált ugye a fideszes kiábrándul szavazókat megszólítani, csak hát akkor elmentek tüntetés, és nem olyan volt magyar zászló, ez egy hiba volt, ezért is mondtam, hogy finom hangolásról van szó, és akkor most hirtelen Magyar Péternél megjelentek a zászlók, aztán kicsit tettem az oldalamra, hogy egyébként fogtam Magyar Péter a zászlót, és egy ilyen vonalkódót volt, tehát frissen vásárolt zászlókról van szó, most hirtelen be kellett neki is szerezni, mert ez egy politikai fogás, így akar egyébként a jobboldali szavazók számára szimpatikus lenni, és ezzel akarjuk. Hát meg esetleg a másik oldal úgy érezte, hogy ezeket a nemzeti jelképeket, legyen ez kokárda vagy bármi más, a Fidesz megalapozatlanul kisajátította, és úgy értékelte néhány nem Fidesz párti, csak egy mondat, igen,
úgy értékelte, hogy ők akkor nem tartoznak ehhez a nemzethez. Semmi nem akadályozza meg Gyurcsány Ferencéket sem, hogy, abba, hogy a tüntetésükön osztogassák magyar zászlót. Tehát semmi nem akadályozza meg őket. És a kokárdát is hordják. Semmi nem akadályozza meg őket. Hát, hogyha megnézed az autók felségjelét, már ott láthatod, hogy ki hova akar tartozni. Hát igen, igen, igen. Én is kirakom egyébként a kocsimra a magyar zászló, szerintem erre büszkének kell lenni. Bárhol elmegyünk a világon. Nagy Magyarország képed is van? A kocsimon nincsen. Mert ugye ott van a hűtőgép. Amikor járok Erdélyben mondjuk, és amikor járok román területeken, akkor nem akarom, hogy betörjék a kocsimnak az ablakát. Otthoni hűtőgépen töltött. De például az Egyesült Államokban ugye mondtuk, hogy sok párhuzamban mindenhol amerikai zászló van, tehát ez egy tök jó dolog. És ott, American. Jobb oldal, bal oldal mindenki használ, tehát ebben nincsen dolog. Hogyha ezt Magyar Péter behozza a magyar politikába, hogy a, nem tudom, a DK-sok is elkezdenek magyar zászlót, meg okkárát hallani, szerintem ez már egy pozitív dolog volt. Nagyon egyetértünk, ezért mondtam, nem lesz olyan érdekes a mai műsor, mert sok mindenben egyetértünk. Bár hát jó lenne piszkálkodni, az jó lenne kicsit piszkálkodni, de csak barátságosan. Hogy én azt gondolom, hogy ez a kettéosztatúság, ez nem tesz jót egy társadalomnak sem. Ez Belgiumban is látjuk, más országban is, flamandok, látunk ezt máshol, Franciaországban, nem tesz jót. De a politikai különállás, ugye, ami van Amerikában, és a választásokra előjövő ellentmondások, azok két nap múlva megszűnnek, és 5 évig alszanak. Vitatkoznak, veszekednek. Ez is hol? Amerikában. Hát ez a szenátus választások vannak. Hogy? Állandó választás az Amerikában. Is, igen, igen, de ott vannak ezek a rendszerváltozások, vagy ez a szenátus változás 2 évenként. Helyi szinten is fontosan, igen. De ebből még nem lesznek véres háborúk és véres csaták. És én pont az amerikai panaszkodnak, hogy nem megosztott az amerikai társadalom, de én bocsánat, úgy vagyok vele, hogy a nagyszüleim átélték a kommunizmust, és ők a vidékről gyakorlatilag felmenekültek Budapestre, ugye államosították, elvették a földjeiket, mindent, ami lehetett, és gyakorlatilag az éjhalál elől menekültek Budapestre, és akik itt dolgoztak napszámosként, és ők mondták, hogy örüljek annak, hogy volt rendszerváltás, és van több párt, és örülhetünk annak, hogy lehet választani. Tehát én örülök inkább annak, hogy vitatkozzunk ilyen kérdésekről, és legyen megosztott semmi sem, hogy egy ember kelljen is szeretni. Én is a tömbösödés pártján vagyok, még egyszer mondom, és ellenzéki gondolkodásuként sem veszem jó néven, hogy 10 darab ellenzéki párt van, és még jön hozzá 12 másik, ez tovább rontja az esélyeiket. Itt kellene megtalálni a válogatott, a liga válogatott összeállításnak, nekem van egy fix idám, ez az Európa válogatott kitaláció, hogy tessék hozni az értékeket a Momentumból, tessék hozni az értékeket a DK-ból, a szoci régből, vagy akárhonnan, és úgy egy tömböt alakítani. Annak a tömbnek van esélye. Van esélye. Ez volt az Ultramennek a mai adása, de elég csak elég is. Köszönjük szépen. Mi is köszönjük a lehetőséget. Legközelebb majd vitatkozni fogunk.